Great. Looks like somebody's home. Luke sure knows how to pick them. We'll set down in that canyon and try to sneak into the castle. This rain's like acid. Find some cover, fast. Szerbusztok, kedves emberek, én Gamebor vagyok, ez pedig a Jedi Academy végjátszásomnak 13. része. Csak itt közben pont pofázott ő is a legelején. Ez úgy néz ki, hogy ez ilyen savas eső van ezen a pályán, ha jól látom. És ugye most itt vagyunk ezen a Vijun nevű bolygón, ahol Darth Vader kastélya helyezkedik el, ez a Best Bust kastély. És ez magának ugye a Sötét Nagyúrnak a kastélya volt. És most, hogy látom, így Kyle-al fogunk menni. Na, és akkor juss el a Bust kastélyhoz a savas esőn keresztül, hát akkor lássuk. Aha, ez a pajzs, ez megvéd az esőtől. Jaj, de van egy ilyen robot köcsög. Jaj, baszki, a Kyle-t ezért kezdtem el vágni. Bocs, Kyle, nem akartam. Ajaj. Ajaj, jön még egy köcsög! Jövök, Kyle, segítek! Anyád! Ah, tehát, hogy kerestünk-e olyan fedezéket és kizárni az esőt, ugye ez ami járható út, vagy ilyesmit mondott Kyle. Nem mondott Kyle, hogy védekezni kell az eső ellen. Na, hogy ez kurva jó, nem? Hogy ilyen savas eső van, az nekem tökre tetszik. Anyád! Baszki! Húf, hát nem mondom, elég nehezen kezdődik ez a pálya. Na, jön már itt a... ennek a birodalmia. Oké. De azért elég szépen leszették az életem. Hát most Kyle az engem vert. Idióta. Hopp, az Jedi lesz. Jó van. Szépen levágtuk, mint a hízós malacot. Jó van, megyek én is. Karddal, majd a Kyle is szerencsétlen karddal szenved. Mondjuk jó fegyver a fénykard, nem azt mondom. Aj, az anyádat! Hé, van valami új fegyverünk. Ez így nem jó, hogy így lefogy az életem. És megint halljátok, tehát csak elkapott ugye ez a náthal, meg torokfájás, úgyhogy most megint ilyen hülye hangom van. Jaj, a Kyle az meg szegény. De kivel küzd a Kyle? Nem igaz. Hol van Kyle? Hol vagy, Kyle? Hát én dögöljek, meghaláltam a Kyle-t. Ja, itt van. Jó van. Hmm.
De nem, ez szerintem zsákutca. Ez a terület. Jó, akkor menjünk erre. Ellenőrző pont. Jaj! Nem akartam a sebességet. Mondjuk az a jó, hogy ki lehet kapcsolni ezeket az erőket, már rájöttem. Azért ez komoly, hogy a Kyle az odáig fel tud ugrani. Jajajaj, akkor szerintem nekem erre kéne menni. Még valami jobb fegyverrel. Kedvencemmel kéne menni inkább. Oké. Itt mentek. Jó, tessék, látjátok, a játék is ment. Egy húron pendülünk a játékkal. Most lehet nem fogok annyira pofázni, úgy nem fogok annyira intenzíven így kommentelni, hogy így nem valami jó érzés így beszélni most. Kicsit olyan fáradt a torkom. Nem tudom, most így megint visszaestem ebbe az influenzába. Pedig még emlékeztek, még mondtam is, hogy milyen jól vagyok a múltkori után. És hogy most már remélem, hogy nem lesz. Ó, az melyik volt az a nagy fegyver? Jaj! Az melyik amúgy? Aha, 9-es, jó van. Menjünk be ide szépen a kastélyba. Tehát, hogy ugye mondtam is, hogy szerintem most már így, de hát ezek szerint csak visszaestem bele. Mondjuk most nem annyira, azt hozzáteszem. Tehát azért ennél sokkal jobban levert elsőre. Ez pont még, pont amúgy a Jedi Academy legelején volt, így a harmadik rész körül. Akkor mondtam, hogy így, hogy túl vagyok egy ilyen influenzám. Komoly dolog ez a gyerekek, mert le tudja verni az embert elég keményen. Úgyhogy és akkor ugye így közben meg nem nagyon van kedved se, meg erőt se így csinálni. Most amúgy akartam God of War-ozni is, de nem nagyon mentek. Meg haladok. Úgyhogy mondom most kurva anyám! Neztek egy kis ólom. Jaj, itt jön nagyon az áradat. Ennyi volt. A kurva életbe! Azt a rohadt. Ú, gyerekek. Az azért komoly volt. Ez a robot roham. Jó van, adjátok szépen azt a jó kis lőszert. Hopp, titkos terület, nagyon jó. Na mindegy, tehát ugye így közben így nagyon nincs energiája, meg kedvese az embernek így tolni a gameplayt. Úgyhogy most eljutottam így majdnem egy hét beteg állomány után megint odáig, hogy na jó van, akkor így gémelek egyet. Most azon gondolkoztam, hogy két részt fogok fölvenni, mert nagyon lassan haladok ezzel a Star Wars maratonnal. Ugye úgy volt, hogy februárban végzek vele, meg így tudtam is volna. De ezt most már mindjárt április van. Na mindegy, most már hamarosan véget ér ez a Jedi Academy. És akkor
jöhet a csatornának az a profil kiteljesedése, az így bekövetkezhet végül. Tehát ugye mondtam, hogy utána lesz egy olyan, hogy retro és modern vonal. És akkor a retro vonalban a Diablo 2 fog tovább dibörögni, és akkor a modernbe meg mondjuk jövök egy Alien Isolation-e. És amúgy képzeljétek el, hogy tök sokat gondolkoztam ezen, hogy most mi alapján határozza meg azt, hogy egy játék modern vagy retro. És most nem arra gondolok, hogy most egy Black Thorn és egy Far Cry Primal között, mert nyilván ott egyértelmű, hogy melyik a retro, melyik nem, hanem mondjuk egy ilyen Far Cry 4, meg egy Far Cry 1, vagy 2, Far Cry 2, tehát ez az se egy olyan régi, de 2008-as a Far Cry 2, tehát és én azon gondolkoztam, hogy ezt a DirectX szintet fogom így behatárolni, tehát mondjuk már egy DirectX 8-as játék az retrónak számít. Egy DirectX 9-es az, hát az már lassan retro, és szerintem még a DirectX 10-es játékok azok legyenek modernek. Én azt mondom. Szóval, tehát hogy ilyen DirectX skála alapján fogom belőni. Menjünk már erre, hogy erre mi van. DirectX skála alapján fogom belőni, hogy melyik játék számít modernnek vagy retrónak. De erről majd úgyis majd bővebben, meg így a játékok előtt is így majd pofázni fogok. De nem lehet felugrani oda tetejére. Túl magas. Menjünk át a másik plac alá. Amúgy lassan bekövetkezhet ez a valóságban is, hogy ilyen maró savas eső fog esni az égből. Mert ez az eszméletlen környezetszennyezés, ami itt folyik, kérem szépen, az majd eredményezheti ezt. Amúgy volt egy film régen, és aztán az ilyen TV-film volt, ilyen videó, tudjátok, ilyen VHS-en, meg talán DVD-n így még kijöttni mentek, nem tudom most mikor mentettem utoljára, menjünk el arra. És abba volt ilyen, az is ilyen posztapokaliptikus volt. Ha, titkos terület. Az is ilyen posztapokaliptikus volt. Hopp, oda nem fogok tudni átugrani. Oké. Okay. Au! És abban volt ilyen, hogy így, tehát ilyen Fallout-szerű volt amúgy, hogy ilyen pusztaság, ilyen Wasteland, meg minden. Amúgy lehet, azt le fogom szedni, mert amúgy egy tök jó film volt. Nem fog tudni ugrálgatni. Most már rájöttem, hogy figyelni fogom a manámat, mert mindig beszopom, hogy így elfogy, és akkor nem tudok vele mit csinálni, és ez a pajzs, ami most a Kylon is van, ez így befogja így a mannát, tehát így stagnál. Most már jó lesz, így lesz elég erőm. Tehát az is egy ilyen posztapokaliptikus film volt, és ilyen kungfus, ilyen verekedős, de ilyen Dragon Ball-szerű, hogy ilyen chi energiával verekedtek, vagy nem. Take cover. Guess they're expecting us now. Okay, we'll have to get to that turbo laser and take out the bomber first. Aha. Juss el a telepített ágyúig, semmisítsd meg vele a tie bombázókat. Oké. Okay. Bocs, haver, de azt nem tudtam kihagyni! Hol van Kyle? És abban volt ilyen, hogy ment az ember, és ilyen savas eső esett, de olyan szinten, hogy így, tehát tényleg sav esett az égből, és így szétmarta az embereket, és mindenki fedezékbe vonult, és azt hiszem a filmnek az volt a külföldi címére emlékszek, de a magyar címe az volt, hogy Pusztító ököl. És ilyen Dragon Ball-os volt, tehát ilyen, mondom, ilyen nagyon ilyen
mese kung fu film volt, de ilyen amerikai film. Halljátok, én ezt meg fogom nézni, most jut eszembe. És régen az RTL-en ment, még kölyök koromban, és akkor néztem. Jaj, az anyád! Bocs, Kyle. Nem akartam. Bocs, ez. Itt megint izé van. Menjünk ezzel a flacsittel. You're joking, right? Nagyon fölök. Pusztító ököl. És megmaradt nekem egy jelenet abból a filmből, így a fejembe, hogy ez az ember, aki így vándorol. Tehát ez egy ilyen kurva jól verekszik, ilyen kung fu chi mester. Chi kung fu. És elmegy egy ilyen faluba, ahol van, ahol igen, és ott kezdődik úgy, hogy elmegy a faluba így megpihenni. Tehát így ilyen pusztasági vándor így megpihen. És akkor így az emberek elkezdenek bemenekülni az utcáról, mert hogy jön a savas eső. És és ebben a faluban, vagy valahol itt találkozik ilyen utonállókkal ez az ember. És van, tehát vannak benne ilyen mutánsok is, ugye? És azt hiszem egy ilyen nagyon nagy darab ilyen mutáns, akinek még azt hiszem ilyen Iker szarkómája is van talán, hogy így ki van nőve a fejéből a kis öccse, vagy valami esi. De ilyen bugyuta, ilyen troll amúgy, de ilyen nagyon nagy darab. És akkor azzal kell így megverekednie. És tisztán emlékszem, hogy úgy győzi le, de ez még a legelején van. Hogy tehát én Dávid és Góliát harc zajlik. És úgy győzi le, hogy így a ujjaival ilyen így végig tapogatja a mellkasát, és a tehát ilyen százat így ráver a hasára, és a végén a homlokára, és az a nagy dagadt hájas mutáns, meg így elkezd röhögni, hogy ha-ha, hogy ez mi volt, ez az, amit tudsz, meg ne. És akkor így, és így elkezdi szörnyűködni a mutáns, minden, és így elkezdi felrobbanni, mint a pengébe a végén volt az a Frost, amikor teledobálta a penge ugye azokkal a fiolák, és így felrobbannak, kb. Ugyanúgy. És akkor kiderült, hogy ez egy ilyen chi kung fu ilyen technika, tehát olyasmi, mint a öt halálos érintés. Tehát olyasmi, csak ilyen tovább fejlesz, és így szétrobban az ember. Úgyhogy ezért nagyon durva volt amúgy. Most bocs, hogy így befékeztem, csak ez így eszembe jutott. Az anyád! És nem tudok hátra menni az Kai miatt. Hát nem igaz. Jaj. Oké, nagyon jó. Legyőztük. Menjünk a izével. Jaj, szegény droid itt állandóan, itt parázik, szegény. Már innen. Most ám, hogy valaki mindig itt belém jön, azt így nem bírok rohanni. Idióta. Úgyhogy ezt a filmet én le is fogom szedni. Remélem fönt van ilyen Blu-ray verzióban, mert azokat szeretem, ami felújított képpel. Most ez így beférkőzte magát így a fejembe. Tehát ilyen B-film amúgy, nem azt mondom, hogy ilyen hú, de szuper film. De jó. Én legalábbis úgy emlékszem, azt lehet most így megnézem, és ilyen hurka lesz. Mindegy, a következő részre ígérem, megnézem, és akkor beszámolok róla. Okay, the turbo laser should be on the other side of this door. It's locked. There was a control room back there. Wait here and let me know if I get it open. Most így Kyle-ra kell várnunk. Jó, itt mentek egyet. I sense you, Jedi.
Most mi van, megint megcserélte a... Látjátok, ezt csinálja, pedig most nem csináltam el semmit. Tehát fogja és az... Elnyelés... Ja nem. De amúgy közben jött itt egy ilyen Jedi. Dark Jedi. Na gyere! Amúgy igen, ezt az elnyelést még nem próbáltam. Ajaj, pont ki akartam kapcsolni. Kicsit töltsünk az energiánkon. Na, nem bírom használni ezt a kombómat, na most vajon. Oké. Szépen nyugodtan megfontoltam kell itt harcolni gyerekek, mert... That's it, Kyle. I'm going in. Be right there. De hát itt már voltunk, nem? Az előbb erre jártunk. Vagy nem? Ja, most aha, kinyílt, jó van. Visszaváltok fegyverre. Mentek. Ajaj, itt vannak a tie vadászok. Aha, itt az ágyú. Gyorsan! Aha, szép lövés, most menjünk a kastélyhoz. Juss el a Bast kastély. Ja igen, ja és igen, jó van, nagyon király vagyok. Zsír király. Akkor menjünk a kastélyhoz, gondolom erre. Nem tudom miért gondol egyet, és akkor így megcseréli az Z-t meg az Y-t a játék. Itt fedezék alatt vagyok. Mégis beesik az eső. Aha. Nagyon király. Ó, ez akkor egy hosszú pálya, gyerekek, ez nagyon... Ha ilyen köztes töltés is van. Nem hiába, mert úgy... Juss el a kastély felsőbb szintjeire. Hát tehát záró van, és valami másik útvonal kéne. I wonder where this leads. Oh, of course it has to be a garbage pit, doesn't it? Well, let's go. No one ever said being a Jedi was glamorous. Jaden, run to the middle. You can jump out from there. That was too close. We've got to get out of here. Take that chute and I'll take this one. With luck, we'll meet up on the other side. Most itt magyarázott Kyle így az utolsó mondatát, nem nagyon értettem. Na, megyek utána. Megyek utána. Pedig erre ment Kyle. Erre nem tudok menni, Kyle! Kylo Ren! Amúgy én annó azt hittem, mikor így még csak a trailer jött ki ebből az új Star Wars filmből, az Ébred erőből, hogy egy Kylo Ren, hogy lesz benne egy Kylo Ren nevű karakter, én azt hittem, hogy ez a Katánnal kapcsolatos lesz. És nem tudom, mit csináltam.
De aztán kiderült, hogy ugye nem. Meg amúgy nincs is köze a Disney-féle Star Wars-nak az eddigi spin-offokhoz, ugye? Ezt már kiveséztük a jó múltkor. Úgyhogy Kyle Katarn az így ment a Disney szerint így a levesbe. Kyle Katarn és társai, tehát Mara Jade és a többi. Tehát ez a Timothy Zen a neve, azt hiszem. Timothy Zen féle Star Wars univerzum is így az így meghalt a Disney szerint. Pedig azt kellett volna, hogy feldolgozniuk azt a történetet, ezt így láttam, így írták így Facebookon. Ajaj, a Kyle bajban van! Most ezt értettem, hogy mit mond, de majd feliratozom. Sírteni nem figyeltem. Valamit jó rollunk, hide for you, vagy valami ilyesmi volt. Merre menjek? Oké. Hát akkor kizárás alapon erre. Vagy nem erre? Jaj. Ja igen, itt akartam följönni. Erre rohant Kyle. Menjünk vissza akkor. El lehet itt szépen tévedni. Erre menjünk. Mi? Kyle! Ja, aha. This lift is locked down too. Maybe this switch. Oh, come on. Uh-oh. Jaden, watch out. Jaden, find a way to drain the water. If this power conduit hits the floor, we're... Well, look at that. Guess we made our own path. Még időben reagáltam. Ezek szerint. Akkor menjünk erre. Jaj. Na. Hát ez köcsög. De minek kell csinálni ilyen részeket, ha nem fér el a karakter? Tehát ez amúgy a Ravennek egy nagy hibája volt. Jaj, ez az kínlasztó droidnak a hangja. Kínlasztó. Kínzó droid. Ja nem, ja igen, ennek a pápa szemes droidnak. Kyle! Relax, kid. I've seen tubes like this before. We can ride them to the top. Oda, gorj! Jaj. Zsír. Na jó, van itt mentek. Itt már megijedtem. Jó, és a játék is mentett egyet, ahogy látom.
Azt a rohadt. De ezek fegyveresek. Na jó, akkor átrohanok. Lesztek egy kis ólom. Beleúztam. És mintha egy kicsit olyan belassult volna. Remélem a felvétel nem fog. Baszki. Jaj. Oké. Menjünk erre. Ez kurva jó ez a begurulós trükk, amúgy ez úgy tetszik, szeretem. Ilyen egy jó irányzott vágás, és egy suhintással le is győzhető az ellenfél. Még itt élet tudsz nincs. Tehát ugye most is volt, hogy ez a begurulásos, előre szúrásos technikával egy suhintással, ami megölhető az ellenfél, és tök jó. Mert mindig működik. Na, ez nem már, hogy bírja. Az anyád, baszki. Ott nincs padló, bazna. Benéztem. Juppi! Oké. Okay. Itt kell valamit állítani. Amúgy így megnézve azért hasonlít a grafikája az Elite Force 2-re. Tudjátok, az előző részben mondtam, hogy ez így... hogy az is révenes játék. És fogok vele gémelni. Már elég jól haladok amúgy a Star Trek-kel. Én mindig azt feszelem, hogy valami Dark Jedi van itt az altod, ez a fénykart hang miatt, erre már voltunk. Akkor ez a másik oldala annak a résznek, oké. Okay. Menjünk vissza föl, hopp, 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 hopp. Nagyon jó, most fullon vagyok. Menjünk erre, menjünk erre. Gyere Kyle! Aj, azt meg most ott maradt a Kyle. Remélem jön utánam a Kyle. Na, látom, itt van, jó van. Még jó, hogy nem kell így, tehát hogy azért van intelligenciája ennek a botnak, mert nem, hogy ez egy bot. Hogy így nem kell utána menni, hogy gyere, gyere. Ezt a villámizét nem is szoktam úgy nagyon használni. Kyle az meg tök sokat használ. Kyle! Nem bírom ezt a Kyle-t néha kimondani. Íbazd meg. Nincs ez a jó kis stukkerem, nehogy nem. Oh,
Halljál már meg. Jó. Igen, a Kylo Renre visszatérve, tehát ugye az új filmre. Most készülök megnézni újra. És végre eredeti nyelven most már lesz alkalmam. Ugye kijött a Blu-ray. Nem vettem még meg a Blu-ray-t, megmondom őszintén. De meg fogom venni, de most egyelőre csak így leszettem. Ilyen Blu-ray rippet, aztán hogy megnézem végre, mert most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy így mit kapok most így, mozi után. Good idea. We can feed the energy back into the machine and overload it. Aha. Jó ötlet, hogy visszafordítsuk az energiát a gépbe, és így túltöltjük. Így ezzel túltöltjük a gépet. Yeah, I'm fine. Where are you? I'm not really sure. I'll have to catch up with you. Go on ahead without me. Na jó, hosszú. Jó hosszú ez a pálya, gyerekek. Jaj. Wonder why the Imperials are here now. Jaj. Elő a Wookie puskánkat, azt olyan rég használtam mostanában, hogy megsértődik, azt hogy már nem szeretem. Tehát most Kyle és Jaden most ketté váltak így akaratlanul. Ha jól vettem ki így a sztorit, de ez már a harmadik töltés volt, ugye ez nagyon hosszú ez a pálya, gyerekek. Sőt. Gyanúsan hosszú. Ugye ez lenne az utolsó pálya, én nem hiszem amúgy, mert most nem azért, de ha jól emlékszem, még lesz olyan, hogy ilyen lehet ilyen másfajta kardunk is. Mindegy. Nem hiszem, hogy az utcsó amúgy. Csak egy ilyen mérföldkő. Are you new here? Yes. You made a wise choice. The master will soon return to lead us to glory. Ezek dárcsedik. Nézzük már ezt az elnyelést, hogy ez milyen hasznos. Hoppá, jajajaj. Come get me, Jedi. Come get me, Jedi. There's no escape. Let's see what you got. Okay, egy megvan. Nagyon király vagyok. Mentek egyet, inkább. Ó, most már csak ilyen Dark Jedik lesznek, jól nézek ki, gyerekek.
Nem tudom, hogy ez az elnyelés most mire jó. Nem... Bár elmentek arra ugye, hogy a sötét erőket azt... Vagyis a támadást... Visszaverje. Jönnek itt most... Birodalmiak. Meg most nem azért a 20 fillérért, de van most nézzük már ennek utána. Lesz igen. Elnyelés. Tehát Jedi képes elnyelni kevés erőt, és ezzel vissza is szerez némi erőt eredményként. Ja, aha, jó. Tehát ugye az elnyelés végében egy erőpajzs, és úgy, hogy magunkba szívjuk a támadásként beérkező erőt. És ez a dű, amit én így néztem, hogy ez ilyen sebzést, tehát megnöveli a sebzést, erősebbek a támadása, és nem tud meghalni. Tehát sebezhetetlenek vagyunk, haltatlanok. Azonban a Jedinek gyorsan csökken az élete, és muszáj legalább 10 másodpercet várni, hogy ismét használhassa a dühét. Ajaj, a fiúk itt nagyon rohannak itt felém. Még volt az a rage? Aha. Ó, de lecsökken az életem. Na baszki. Ja, tehát hogy a rage így leszívja az életerőt. Ez így nem jó. Töltsük vissza. Beleütközzek valami ellenfélbe, aztán megölnek. Ezt így nem tudtam, hogy leszívja az életerőt a rage. Viszont lehet, hogy ugye ilyen... nagyon erős lesz. Tehát 50%-a megnöveli a sebzést. Jó, menjünk tovább. Jaj. Az anyádat leszívta az... Na ez rage-el, gyerekek. Nem jó. Viszont neki is leszívja vajon az erejét? Nézzük meg. Valószínűleg igen. Jó, van ennyi volt. Szerintem inkább egy karddal megyek, inkább jönnek ezek a Dark Jedik. Ha. Vigyázni kell velük. Majd ezt a rage-ot amúgy kipróbálom, csak veszélyes, tehát lecsökken 1%-ra az élet. Na ezt megpróbáljuk rage-el. Gyere ide, te köcsög. Zseniális. Hát csak igen, utána meg így várni kell az életfeltöltéssel. Na jó, van itt megpihenünk egy kicsit. Ez a Rage-el így nagyon csínyán kell bánni, mert veszélyes is. Majd ha minden kötél szakad, akkor majd alkalmazzuk.
Ezt a healinget is fejleszteni kéne, mert most már egyre jobban így keveslem, amennyit így visszatölt. És már jó lenne, meg a folytogatás, ami szerintem most majd így fejlesztve lesz. Jó, van, mehetünk előre, már most nem kell. Mégis? Pajzsol elég ezekkel szerintem elbánni. Hé, de miért van átváltva a fénykard stílusom? Azt néztem, hogy a sárgám volt, pedig nem is állítottam át. Hopp, ott még egy Dark Jedi. De már nincs kard? Ja, nincs. Csak ilyen ugri-bugri. Ezek szerint nem mindegyik Dark Jedi-nél vannak, van kard. Ajaj. Inkább ezt használom. Ilyen izét csinálni, ilyen... Ezt a trükköt is ezt jól lenne már használni. Ezt a kambó trükköt. Nagyon király vagyok! Gyerekek, én itt felszeletelem, itt levágom, lehentelem az egész Darth Vader kastélyt úgy, ahogy van. Au! Au! Hopp, hopp! Na jó van! Baszki! Most mentettem vajon? Megöltek. Miért? Miért öltek meg? Hát mind a kettő kapott szépen. Az anyád! Takarodj innen! Köcsög. Köcsög, duda. És én kiröhögsz, te mocsok. Na, ezért kapsz. Nosze. Ó, baszk, ez leesett. Na, most berage-elt. Ennyi innen. Ez nem ér. Oké. Hopp, itt a másik. Delikvens. Nagyon jó, most már nem aprózom el, gyerekek. Hát ez nem igaz. Hányan vagytok ti? Hányan vannak? Ezek a gecik.
I just got into the castle. Looks like you took care of everything down here. Where are you now? I'm in a hangar. Okay, I'll catch up with you soon. Ahogy Kyle kérdezte, hogy hol vagyunk, és... És hogy hamarosan föl... Tehát, hogy itt vagyunk a hangárban, és mondta, hogy hamarosan fölvesz. Mivel vesz fel, azt nem tudom. Most szépen feltöltjük mindenünket. Ez most nehéz volt azért ez a rész. Mentek is azért. Nem akarok ilyen sűrűn kanyarokat ismételgetni. Nem működik. It's a Jedi. Ó, baszki. Na jó, kovácsunk arra. Na jó, van innen menjünk le. Állj már föl, hát nem igaz. Idióta. Jó lesz inkább ezt a elő elnyelés bekapcsolni. De most nem tudom. Ne ugrálj már annyit! Gyere ide aztán. Ajjaj, elém. Van egy majom, na jól mentek. Nagyon páncélos. Lehet ezt le kéne rage-elni, gyerekek. Baszki, ennek két kardja van. Használtam a trükkömet. Jó, egy potya vágás. Ajaj, berédzselt! Meg kéne várni, míg elmúlik nála ez a roham, aztán hogy levágni. Takarodsz! Az anyádat, köcsög! Elszívta az életerőmet. Kénytelen vagyok menekülni, mert... Nincs életem. Na, gyere ide! Kapsz egy ilyen kombót. Ajaj, most berage-elt. Ajaj, nem jó ez így. Jó van. Ez nehéz volt, gyerekek. Fú, mit nem mondjak, nagyon nehéz volt. Húzus fej, elektromágneses... Ja, ez a töltsér, aha, ez jó. Szegény 3PO itt szét van szedve. 3PO szét van szedve. Most már figyelni fogok minden kanyarra.
Á, már megint elültem a seggem. Hopp. Nagyon jó. Ú, baszki. Aja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 j
Kicsit hagyom nőni az erőmet, meg most egy kis élet. Nagyon jó. Koncentrálni kell, érezni, hogy áramlik az erő a testedben. Ezek nem azok a droidok, akik legyőznek minket ezek szerint. Mentek ismételten, körülnézek. A birodalmi katyonyák. The Jedi are here. Jó. A Jedi. Ó, na jó, itt mentek egyet. Még egyet. Ez is ilyen valami erősebb fajta, ha. Látom. Piros, piros ruhás. Most rage után van. Az anyádat. Ez ki, mi volt? Ki volt ez? Itt meghalt valaki? Valaki nem bírta a látványt. A puszta látványomtól meghalt. Vágjátok? Jaj, most berage-elt, ilyenkor inkább elkerülöm egy kicsit. Most kell rácsapni egyet. Adjál neki! Az anyád is. Alul maradtam. Megölt a büdös kecseg. Na ezért nagyon meg fog lakolni ez a féreg. Gyere csak ide. Most nagyon ő... Az kemény ellenfél, gyerekek. Az előzőnél Mázlin volt szerintem. Rohadjál már meg. De azért inkább ezt a... Inkább ezt az erőelszívást alkalmi, nehogy amik így alkalmaz ellenem, az... Na, hol vagy? Gyere már ide. Hova mentél? Gondoltam, hogy lesznek ilyen meghalások, ha jönnek ezek a keményebb jedik. Jó van, kicsit töltsük az erőt. De ez most megint meghalt ez a hülye. Lehet, hogy rage-elni fogok egyet, és most már elhatároztam. Hogy igen. Látjátok, ennyire hatásos a rage. És pihenjünk meg egy kicsit. Iszok egy kis baktatonkot is. Feltöltöm mindjárt az életerőt. De az a hülye, nem tudom ki az, aki leesett és meghalt.
Hát az biztos, hogy nem egy speedrun ez a gameplay-em. Úgyhogy várunk szépen. Olyan meg fog nézni majd egy ilyen speedrunt. Baszki. Someone didn't like Vader much. Valaki nem nagyon kedvelte Vadert, azt mondja. Na ez az a rész. Csak most meg vagyok kicsit lepődve. Ugye mondtam nektek, hogy van egy egy dolog, amire így emlékszek ezzel a pályával kapcsolatban, és az egy szobor. Na ez a Vader szobor. De én úgy emlékeztem, hogy ez állt. Hogy így épségbe volt. Na mindegy, ezek szerint nem. Akkor megint csak hiányosak, vagy tévesek az emlékeim. De itt állt egy Vader szobor. Menjünk, nézzünk körbe. Jaj, mentek egyet. Majd már még egy Jedi. Picsába. Nem győzöm ezeket írtani már. De úgy elszaporodtak, mint a gomba. Egy elnyelést. Meg egy pajzsot kérünk szépen. Ajaj. Ez is piros. Ajaj, berédzselt. Csak az, hogy récs közben sebezhetetlen, ha minden ég, vagyis halhatatlan. Megint egy gyorsággal próbálkozok szerintem. Nagyon jó. Amúgy nem is használom mostanában ezt a Force Speed-et, pedig kéne. Nem tudok felugorni, most mit menjek már itt körbe állandóan. Följutottam egy szintet. Tüm tüm tüm. Megint van egy Dark Jedi. Mentek egyet. Jó, baszki. Jaj, ez dupla pengés, baszki. Az anyád. Ajaj. Aja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 j
nagyon király vagyok! Tessék, így jár az, aki velem packázik, ugye? És milyen nagy pofám van, mi aztán majd kapom majd szépen az évet, majd... Tiszteld az ellenfeled, ugye ez az egyik legnagyobb ősi szamuráj tanítás. Itt nem látok át. I sense your presence, Jaden. Rosh, what are you doing here? The disciples of Ragnos brought me. At first I thought they were going to kill me, but I was wrong about them. Do you realize how much power there is in the dark side? Kyle was holding us back, Jaden. You should feel the power. It's beyond anything you've ever imagined. Rosh, what are you saying? You're a Jedi. No. No, I... Enough talk! Rosh, destroy this puny Jedi so we can complete our task. Yes. If you're too weak to join us, Jaden, then we can't let you stand in our way. Aha. Tehát a Rosh az ugye nem halt meg, hanem így átállt a sötét oldalra. Mentek egyet.
hát akkor gyertek, ti gecik! Az anyádat! Na, szerintem ezt a két barmot kell először így kiiktatni, aztán a rust. Vagy nem tudom. Nekem ezek a gyanúsak. Ajaj! Na jó, megint kapcsoljuk be az erővédekezést. Meg egy kicsit gyorsítsunk már magunkon, mert... Na, ájja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 j
fagyasztás, az olyan jó lenne, hogy így lefagyasztani az ellenfelet. Na, egy meghalt? Nem. Nagyon... Jaj! Már innen. Hülye gyerek. Védekezzünk az erőhatások ellen. Hol az a másik kecseg? Már innen, hülye gyerek. Töltök egy kis életet, mert nem leszünk így jóba. You can't stop us. Ez így nem jó, hogy ez a rás engem itt baszogat. Ennyi innen. Ajaj. Nagyon gyorsítsunk be, mert ez a nagyon fürge ez a majom. Hol vagy te kecsek? Gyere ide, gyere ide! Nem akarsz megdögleni? Valami más módszer kéne. Lehet, hogy zárt ajtókon kopva. Bár a másikat már kinyírtam, tehát nem enged közel. Azaz, jót csináltad, Rush! De így nem tudok kardozni. Nagyon jó. Oké. Okay. Na most lehet a Rush-t kéne kapni. Veszek minden pajzsikámat. Did you really think I would give up my new apprentice so easily? Tavion. You should have killed me when you had the chance, Katarn. Your pathetic Jedi mercy is a weakness that shall cost you your life. And the life of your academy's students. But not you, my dear Rosh. Come. Yes, Tavion. Rosh, no! Ha! Fool! Your petty friendship cannot compare with the power of the dark side. So, is this what it's come to, Tavion? Stealing scraps of the Force like some sort of intergalactic parasite? Spare me your self-righteous pity, Katarn! You may have shamed me when you spared my life, but that was before I found this. Now, I have a new master. One who has promised me the power to destroy you and all the Jedi. Ragnos? What can a dead Sith Lord give you? Everything I have ever wanted. Not that you'll be around to see it. Hmm.
can't keep this up for long. Hold on. We looked everywhere after getting free, but Tavion had already taken Rosh and fled. So now we know who is leading this cult. But that doesn't explain why there are so many Dark Force users. Some of Dasan's leftover reborn were with her. As for the cultists, Jaden has a theory. If the Scepter can store the Force, maybe it can release it too. Tavion could be using it to empower her followers. Corrupting disciples with the dark side of the Force. That would explain a lot. Did you get a good look at the Scepter? Yeah, I bet it belonged to Ragnos. We need to figure out what Tavion plans on doing with it. If we're going to stop her. Agreed. You are going to need to build a new lightsaber to replace the one you lost. While we try to figure out what Tavion's next move is, I'd like you to take a more active role at the Academy. Sir? Jaden, you handled yourself exceptionally well on Vajoon. To confront three Dark Jedi and defeat them took bravery and skill. For your efforts, I feel you are ready to join our ranks as a Jedi Knight. Congratulations. Yes, Master Skywalker. Thank you both. Jaden, after the battle, I felt the anger seething inside you. You may be a Jedi Knight now, but you still must beware of the dark side. Yes, Kyle. I'll try not to fail you. Na, hát akkor most itt nagyon nagy változások álltak itten itt be. Igen, és erre tehát mondtam is, hogy emlékszem erre, hogy lesz egy ilyen fordulópont, ahol újra lehet kardot készíteni. Tehát ezért van ilyen dupla kard. Vagy ez a két pengéjű kard. Hát, én amondó vagyok, most már az egész Jedi Knight alatt mindig ilyen, tehát ugye egykezes, mert amúgy csinálhatnánk egykezes kard, szerintem nem. Ne kössük az ebet az eddig megszokott karóhoz. Legyen ez a kétkezes, ez a Darth Maulos kard. Én azt mondom. És a markolat az mi? Bosszúálló, ítélkező, bajnok, hódító, őrző. Ennyi? Hát akkor legyen ez a bosszúálló. És én a zöldre hajazok, hogy most legyen zöld kardunk, mert volt már sárgán, kékünk, ugye az Outcast-ben végigazolt. Legyen zöld. A zöld úgyis egy kevés ideig volt a Jedi Knight 1-ben. Ugye Dark Forces 2-ben volt egy ideig, mert ott is ugye az a vihogó barom az szétverte a kardunkat, és akkor a Yunnak a sárga kardjával ment tovább Kyle, ugye? Úgyhogy legyen a zöld. Na, így szerintem ez így fasza. Nézzük meg az ilyen... Hát ezek ilyen csúnyák, vagy legyen ez a hódító. Legyen a bosszú áll ez a Avenger, jó? Szerintem... Jó lesz az. Now that you're a Jedi Knight, Luke and I have decided to give you some more challenging missions. You still need to be careful though. Trouble can crop up anywhere. Ha, tehát most már Jedi lovag vagy, Luke és én úgy döntöttünk, hogy komolyabb küldetésekkel bízunk meg. Légy nagyon óvatos, a baj bárhol felütheti a fejét. Ha, tehát ugye most már Jedi lovagok lettünk. A Jaden Jedi lovag lett. Tehát most már nem padawan. És kaptunk egy újabb küldetés ötös fogatot, egy ilyen ötös csomagot. Mondtam, hogy ilyen 2-3 lesz, de nem tudom, hogy ez az utcsó. Na, majd meglátjuk. Na, akkor ahogy szoktuk, kezdjük el azért az elsőt, nézzük meg a küldetés elosztást, és akkor itt fog véget érni a 13. rész. A... micsoda? A Chandrillanoktól... A Chandrillanoktól arról kaptunk híreket, hogy néhány szektás betört a Jedi lovag ősi sírkamrájába. Gyorsan menj oda és állítsd meg őket, mielőtt elszívnák onnan az erőt. Tehát egy ősi Jedi lovagnak a sírjából lopják.
Tehát, hogyha tényleg megpróbálják ellopni az erőt a sírból, akkor Tavion ott van. Légy óvatos és hív segítséget, ha rá leltél. Jó, és akkor tudunk megint fejlesztgetni. És akkor mondtam, hogy szerintem a... Majd ezt a elnyelést, ezt fogom meg... Habár... A Jedi képes elnyelni kevés erőt, és ezért vissza is szerez egy kicsit. Jedi absz... Tehát több erőt szível. Aha. Hát, pedig mondtam, hogy kén, és a dű. A Jedi képes 75%, 25%-a gyorsabb is ekkor. Erősebbek a társ, hogy nem haltna, azonban a Jedi gyorsan csökken az életereje ugyanúgy. Aha. Tehát, hogy az életerőt is igénybe veszi ez a dű. Hát, melyik legyen? Legyen ez az elnyelés, szerintem majd utána meg a folytogatást majd fejlesszük. Most már vannak két új fegyver is rendelkezésünkre áll. Legyen ez a nehéz fegyver, meg... Ja, mondom, hogy legyen még ez. Mert ezt észrevettem, hogy ezek már mind vannak a pályán, kivéve ez nincs, meg ez, talán ezek, mindegy, így jó, most legyen ez akkor. Na, akkor itt ért véget a végjátszásom 13. része. Jedi lovagok lettünk, elvesztettünk a kardunkat, de csináltunk egy kétpengés kardot. És most újabb ötös küldetés csomag áll előttünk, amit ki fogunk végezni az elkövetkezendő napokban. Tartsatok velem, ha tetszett a videóm, akkor lájkoljátok, iratkozzatok föl, osszátok meg Facebookon vagy bárhol. Amúgy csináltam egy Gameplay Hungary csoportot, Facebook csoportot, ahol majd idővel, ha egy... az elképzelésen beválnak, akkor így sikerül összegyűjteni ilyen kisebb-nagyobb gamereket, és csak a gameplay-eké lehet ott a főszerep. Na mindegy, keressetek rá, leírtam a leírásban, miről szól az oldal, Gameplay Hungary. Mit felejtettem még? Hát, nem semmi más. Na mindegy, hamarosan jövök a 14. része, az erő legyen veletek, sziasztok!